Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit. Kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem. Még nem temetkeztem könyvbe, újságba. Nem fixíroztam az asztal lapját. Még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül, fiatal hangot. Kérjél, mondtam felé fordulva. Kevertet kért és sört, pikolót. Ízlését nem vitattam. Eljövök egy 20-asért, mondta. Ezen meglepődtem. Az árnak képtelenül alacsony volt már akkor is. Csókolj meg. Hát igen, ez elkerülhetetlen. Vas szájszaga volt, ajka pikkelyes, nyelve, szájpadlása száraz, mintha egy üres szardéniás dobozban kotorászna a nyelvem. Mindjárt fölvérzi az éles perem. Rettegtem, hogy menten a szájába hányok, ettől viszont röhöghetnékem támadt. Meg tudom mosni valahol magam? Kérdeztem később. És a következő pillanatban elaludt nyitott szájjal. Vállat vontam. Ha ilyen büszke vagy. Zsebre gyűrtem az 50-est, megtaláltam a zakóm, és botorkáltam fel a lépcsőn, hogy elérjek a napsütötte sávig, hol drapruhám fehér ingem világít, csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, oda, hol szélzúg, fehér tajték sistereg, komoran feloldoz, közömbösen fenyeget. Émeigés lépcsei, fogyni nem akaró mínusz emeletek. Nyári hajnal, 961. Beruskat íny, cserepes ajkak, vérágos kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség. Akvamarin szemed neked van. A nőnek mit tudom én? Mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának. Mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett. Magam pedig legyek valamivel megérthetőbb.